Sziasztok, Árán vagyok, a képen pedig a Prestigio Multipad 7.0 Prime készüléket láthatjátok. Ez ugye a Prestigio egyik legolcsóbb tabletje, 7-szoros kijelzővel, 1 GHz-es processzorra, illetve hát meglátjuk, hogy mi mást tud még a készülékezésnek. Ki is bontjuk a dobozt, megnézzük, hogy mit tartalmaz. Itt látható rögtön legfelül a tablet. És egészen bele gyógyítva igazából a dobozba. Találunk még egy kis használati útmutatót, elég kis vaskos kötésben. Van egy micro USB, USB adatkábelünk. Egy USB-s töltő adapterünk, ami 2 amperrel fogja tölteni a készüléket, ehhez van egy EU-s fejünk, illetve egy angliai töltőfejünk is, valamint van egy micro USB-USB kábelünk, amivel akár pendrive-ot vagy hasonlót is ráköthetünk a tabletre. Itt van maga a Multipad 7.0 Prime, ugyebár 7-szoros kijelzője van. Alul felül egészen vékony keretet kapott, ez nagyon jól néz ki egyébként. Oldalt egy picit vastagabb, viszont szépen le van kerekítve. Azt kell mondjam, egészen jól néz ki. Ami viszont nem tetszik, az látható, hogy sűjesztve van igazából a kijelző, amit annyira nem nagyon szoktunk szeretni, hiszen ez egyrészt takarításkor is problémás lehet, másrészt a legszélső részeket elérni nem biztos, hogy a legkényelmesebb mindig. Az előlap jobb oldalán van egy mikrofonunk, felül pedig egy VGA előlapi kameránk. Maga az anyag egyébként műanyag, egészen kis puha anyag. Ha megnézzük az alját, itt külön csatlakozó, hogy hasonló nem igazán található. Bal oldalt szintén egészen üres, egyébként szépen el van vékonyítva a széle, ez itt látszik is. Tetejére került a jobb oldalra Chrome hatású gombok által 2 darab hangerőszabályzó és egy bekapcsoló gomb. Még itt ezen a szélen jobb oldal található 2 darab csavar között egy kis töltés visszajelző LED, egy micro USB csatlakozó adatátvitelre és töltésre, egy audio csatlakozó, valamint egy reset gomb. A tablet hátulját, hogyha megnézzük, ugyanabból a anyagból készült, mint az előlap. Van egy microSD slotunk egy kis ajtó mögött igazából, itt ugye egészen szépen felnyitni lehet, itt látható. Itt tudjuk a memóriakártyát ugye behelyezni, illetve van egy hangszórunk még itt oldalt, egyetlen egy darab. Egészen kis olcsó tablet volna ez a Prestigio Multipad 7.0, és az a sűjesztett kijelzőtől eltekintünk, egészen kis pofás, könnyű kis készülékről is beszélhetünk, nem nehéz, nem nagy, kis tetszetős. Ádám voltam, ez pedig itt a Prestigio Multipad 7.0 Prime volt, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!